Mindenhol fa a Tiszalöki középiskola udvarán. A széles a Tisza nevű rendezvény az év egyik legnagyobb eseménye a Tisza parti városban. Tiszalök a látogatóknak elsősorban nem felhajtást és zajt, hanem csendet és nyugalmat kínál. A város polgármestere azt mondta, a 60-as évek óta keresett az üdülőtelepük, de már ráférne a fejlesztés. A Tiszalök és környéke ugye arról is híres, ha lehet ilyet mondani, hogy itt egy gyönyörű holtág, egy strand, a 60-as évektől kezdődően egy igen komoly üdülő központ alakult ki, és én azt gondolom, hogy vissza kell térni a természethez, ahol az ember egy kicsi megnyugvást talál, ahol csend van. Család fürdőzik egy tiszai szabad strandon. Csend van és nyugalom, de a körülmények is egyszerűek, sehol egy büfé vagy mellékhelyiség. Vinnai győző országgyűlési képviselő azt mondta, a tiszalöki strandot 200 millió forintból fejlesztik, a beruházás része a megyei turisztikai koncepciónak. Itt egy komoly fejlesztés van kibontakozóban, amit a megyei turisztikai programba raktunk be, mint egy 200 milliós program, a Tiszalöki Szabadstrand vagy a Tiszalöki Strandnak a fejlesztése. Egyébként turisztikai attrakcióra van szükség, és nekem az a véleményem, hogy itt a Tiszánál, tehát Tiszadok, Tiszadada, Tiszalök vagy Rakam az egészen Ibrányig, ahogy jövünk vissza, hálózatban kell fejleszteni. Nem csak a strandolókat, hanem a kajakosokat is csábítja a Tisza. Tavasszal jelentették be, hogy úgynevezett kajakkenő pontokat létesítenek a folyón. A 15 új megállóhelyből 11 szabolcs szatmár megyében lesz. A térképen látszik, hogy Tiszabecstől től tisza, tisza szinte a teljes folyószakaszon, így Tiszalökön is kiépítik az állomásokat.